A KSH adatai szerint októberben 21,1%-kal nőttek az árak az előző év azonos hónapjához képest. Azon belül is az élelmiszerek ára több mint 40%-kal emelkedett. A G7 gazdasági portál azonban már csaknem 3 éve minden hónap végén több boltláncban is feljegyzi ugyanannak a 42 alapvető élelmiszernek az árát, és ezen átlagok alapján az éves élelmiszerinfláció szerintük 54,3% jelenleg. Míg a KSH úgy számol, a kenyér 81%-kal drágult az előző év azonos hónapjához képest, a G7 szerint az éves kenyérinfláció épp 100%-os. A legolcsóbb félbarna kenyér kilója ugyanis ma már 600 forint, tavaly ilyenkor pedig még épp csak 300 forint volt. A portál fogyasztói kosara egyébként egy évet 16-18 ezer forintba került, most ugyanezért a kosárért 24-29 ezer forintot kell fizetni. Már-már azt is mondhatnám, hogy folytatjuk Vajda Zoltán és Tamás beszélgetését. Itt van velem a Szemtől Szemben rovatunkban Egri Gábor. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. És Jandó Zoltán is, jó reggelt kívánok. Reggelt. És mielőtt összemosnánk a két témát, ugye amelyben önök érintettek, engedj meg Zoltán, hogy egy gyors kérdést Egri úrnak feltegyek. Mi már beszélgettünk itt a stúdióban akkor, amikor augusztus 20-án ugye készültek a nagy bezárásokra, illetve arra a hétvégén, akkor kaptak egy ígéretet a kormánytól, hogy támogatni fogják a kis benzinkutakat, és ez meg is érkezik időben. Ezért önök lemondták azt a tiltakozási hullámot, nevezük sztrájknak, vagy legalábbis bezárást. Ma másképp döntenének annak függvényében, hogy látjuk, hogy ha jók az információim, akkor továbbra sem kapták meg ezeket a támogatásokat? Igen, tehát erre mondtuk azt, hogy álomszerű ez a 3. negyedéves kifizetés, tehát nagyon sok kollégánk nem kapta meg ezt a támogatást. És ott el kell mondanom azt, hogy azt látjuk, hogy Brüsszelben a magyar kormány harcol az ársapkák ellen, és harcol a szankciók ellen. Ugyanakkor Magyarországon mit látunk? Alkalmazza az ársapkákat, és alkalmazza a szankciókat. Tehát ami a mi szektorunkat illeti, az abszolút lehet úgy venni, hogy a magyar kormány egy szankciót alkalmaz a KKV szektor ellen. Jó hiszeműek voltak önök ezek szerint akkor? Én azt gondolom, hogy jó hiszeműek vagyunk végig, mert el tudjuk fogadni a magyar kormány politikai döntését. Mert na de akkor ezek szerint az nem vezet eredményre, mert a támogatást nem kapják? Igen, tehát el tudjuk fogadni ezt a politikai döntést, ha megfelelően vagyunk kompenzálva. Tehát mi törvénytisztelőek vagyunk és jogkövetőek, de egyelőre úgy látszik, hogy semmilyen módon nem vagyunk kompenzálva. Egyik oldalon, másik oldalon pedig a politikának van egy kettős mércéje, egy Brüsszelben, egy pedig Budapesten. Tehát most akkor el kéne dönteni, hogy melyik irányvonal a jó irányvonal. Akkor ennek mentén terveznek esetleg tiltakozási hullámot? Hát rendkívül nagy az elkeseredettség. Tehát a 3. negyedéves támogatásokat nem kapták meg a kollégák. A 4. negyedév az a holdban van. Azt kell mondanom, hogy két óriási nyertese van ennek az ársapkának. Egyik oldalon van egy MOL nevű olajvállalat, akinek rekordnyerességei vannak. Tehát mind a kitermelés, mind a feldolgozás területén óriási nyereségeket tesznek zsebre. A másik oldalon pedig a magyar kormány, illetve a pénzügyi költségvetés, és 20%-kal megnőtt Magyarországon az üzemanyag értékesítés, amely szerint egy 100 milliárdos nagyságrendben plusz pénzt vesz be a magyar költségvetés, és ebből tulajdonképpen apró pénz az a támogatás, amit kifizetnek. Tehát az extra bevételüknek talán a 10%-át se éri el, amit támogatásba ki kellene fizetni, amit nem fizetnek ki. Zoltánhoz fordulok akkor, hogy vannak bár nyertesek is, mint ahogy az imént kiderült, azért úgy tűnik, hogy egy kicsit több a vesztes az ársapkáknak, például az újbóri újbóli bevezetés, ami a tojásokat érinti. És ugye itt megint felmerül az a kérdés, hogy a kereskedők haszna, ami kiesik, azt értelemszerűen, ahogy eddig is a gyakorlat mutatta, rá fogják építeni, be fogják építeni más termékek árába. Látnak önök arra, mert hogy több felmérést is szoktak vizsgálni, és több szempontból is megközelítik a kérdést, esélyt, vagy legalábbis képet, hogy mondjuk mely termékekre fogják ezt ráterhelni, és hogy adott esetben olyanokra kerüljön rá, amik mondjuk a kisebb mértékű fogyasztási cikkek, hogy bárhogyha azt megvásárolják, akkor ott némi hasznot el tudnak könyvelni, de nem nagy mértékben terheli azokat az árucikkeket, amit az emberek rendszeresen vásárolnak. Hát ugye ezzel az a probléma,
hogy azok kisebb fogyasztásról, nem következésképpen kevesebbet tesznek belőle, és ezért nem lehet visszahozni rajta az elveszített hasznot, vagy illetve hát azt a veszteséget, amit ugye a kiskereskedőknek a hatósági ár okoz. Igen, ugye ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mire terhelik át. Az látszik, hogy a helyettesítő termékei ezeknek a termékeknek, amik ugye gyakran nincsenek a polcon, tehát ugye a helyettesítő terméket kell a fogyasztónak vásárolni, azok jóval nagyobb mértékben emelkedtek, az áruk jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint akár mondjuk a környező országokban. Tehát azért azt lehet gyanítani, hogy hasonló termékekre terhelik át, de ugye biztosat nem lehet mondani, nyilván erre a különböző kiskereskedelmi cégeknek, főleg, hogyha nagyobb láncokról beszélünk, azért van egy szoftvere, hogy hogyan érdemes árazni, és hogy ennek milyen hatásai vannak, és abból viszonylag könnyen kidobja valószínűleg ezt az eredményt, hogy mire érdemes esetleg ezt átterhelni. Azt se tudjuk, hogy milyen mértékben terhelik át, azt se tudjuk, hogy mire. Nagyjából sejthetjük, hogy azért ennek olyan jelentős inflációcsökkentő hatása ennek ezeknek az ársapkáknak pont azért nincsen, mert ugye máshol visszahozzák a cégek. Következésképpen, amivel ugye csökkenti az inflációt, mondjuk az korábbi hat, illetve a mostani két terméknek az ársapkája, azzal más termékeken keresztül növeli, ami összességében egy fogyasztó számára még azt is jelentheti, hogy a nagyobb az infláció, amit érzékel, az nagyobb, mint amilyen kéne, hogy legyen, hiszen hogyha nincsen a polcon az olcsó termék, akkor csak a drágábbat tudja vásárolni, ami viszont nagyobb mértékben emelkedett, mint kellett volna, hiszen az olcsóbbnak a terhét arra tették rá. A különbség ebből adódik, hogy a KSH 40%-ot mond önök a G7-nél 50%-ot, vagy ez másból is? Nem, ez másból ered, ugye a Torrentai Zoli kollégám, aki ezt a felmérést mindig csinálja, ő úgy nézi, hogy a legolcsóbb terméket veszi figyelembe, tehát, hogy mindig ugyanazokat a termékeket hasonlítja össze, tehát nem eredhet abból, hogy ugye egy ilyen helyettesítési hatás van. Alapvetően ugye abból ered, hogy a KSH-nak van egy fogyasztói kosara, és a mi fogyasztói kosarunk az pedig ettől eltér. De egyébként a KSH-nál is ugye a fogyasztói kosár úgy van, hogy van egy általános fogyasztói kosár, és az ugye a teljes népességnek a fogyasztási szokásait képezi le, viszont ha mondjuk megnézzük, hogy jövedelem szerint hogyan néz ki, és beosztjuk mondjuk 10/10 az országot, akkor teljesen más annak, aki jövedelem szempontjából a legkevesebbet keresi, és aki a legtöbbet, teljesen más a fogyasztói kosara, és teljesen más az az infláció is, amivel szembesül. És már szeptemberben is a legalsó jövedelmi kategóriában a teljes infláció, nem az élelmiszerinfláció, ami akkor is 30% fölött volt, hanem a teljes infláció is 30% fölött volt, amit ugye akkor csak 20%-osra mutatott ki a KSH, aminek az a magyarázat, hogy az ő fogyasztói kosarukban a rendkívüli módon dráguló élelmiszerek sokkal nagyobb súlyt képviselnek, és ezért meg sokkal nagyobb inflációval szembesülnek, sokkal nagyobb inflációt érzékelnek. És még az is egy érdekes tényező lehet, hogy bár látjuk az infláció mértékét, annak az üteme, hogy ez hogyan változik, az egy standard tendenciát mutat, vagy akár már gyorsulásról is beszélhetünk? Hát én azt gondolom, hogy az infláció az egy közgazdasági fogalom, és a piac utána szabályozza, tehát a kereslet-kínálat fogja az inflációt szabályozni. Én azt gondolom, hogy túlságosan ráfókuszálni, hogy nyomjuk le az inflációt, a magas, magas, a alacsony, alacsony, a gazdaság után ezeket a kérdéseket erre teszi. Én azt gondolom, hogy a mi szekciónkban, tehát ebbe a KKV szektorba azt látjuk, hogy van egy olyan érzésünk, hogy egyrészt a kormányzatnak az elmaradt támogatásai, másik oldalon a MOL-nak a kiszolgálási hajlandósága olyan dupla Nelson fogásba rakott minket, hogy azt mondják a kollégák, hogy tulajdonképpen itt egy tőke koncentrációt hajt végre ezekkel a szabályozásokkal a magyar kormány, tehát ezt a magyar KKV szektor felszámolja. Mert tulajdonképpen ebbe az irányba megyünk. Nem egy bevett gyakorlat feltétlenül, hogy az ember a nagy bevásárlását a benzinkutakon végezze, de azért az igen, hogy megjelent a benzinkutakon is több háztartási cikk, és ugye élelmiszer is adott esetben. Ezt egyénenként tudják szabályozni, hogy mondjuk akkor ezt az árkülönbözetet, vagy kiesett hasznot, ami akár például a benzinársapkából adódik, azt a vállalkozók ráterhelik a náluk vásárolható termékekre, vagy ebben mondjuk figyelik a piac egészét, és megpróbálnak abban egyensúlyozni, hogy mit látnak a többieknél, még ha nem is konkrétan versenytárs, de mondjuk nem szembe menne feltétlenül egy szupermarkettel. Tehát a piaci áras értékesítésnek a kiskereskedelmi árése, tehát amiben konkurálnak egymással az üzemeltöltő állomás hálózatok, az megnőtt. Tehát az a gap az kinyílt. A termékre mindenki megpróbálja széttolni ezeket a költségeket, de a mi szektorunkban, tehát ebbe a KKV szektorban, ha nincs üzemanyagunk, nem jön be az ügyfél. Tehát itt van egy ellátási probléma, meg van egy támogatás elmaradási probléma. Tehát azért mondtuk azt, hogy úgy érezzük, és a kollégák ezt megfogalmazták, hogy tőke koncentráció irányába, tehát ennek a szektornak a kivéreztetése, a felszámolása és a
beszántása, valahol az az érzésünk, hogy ez a cél, vagy reméljük, hogy nem ez a cél. Hogy miért nem kapják meg a támogatást egyébként? Mert van, aki már megkapta, tehát ez ugye vegyes, és van, aki mondjuk nem pályázott még, vagy a pályázatot már mindenki benyújtotta, és ennek van egy sorrendisége, hogy ezt elbírálják, és azért nem kapták meg. Hát, hogy ennek mi a logikája, abban arról nincs információm. Tehát tényleg nagyon sok kollégánk tegnap tettünk föl egy ilyen közfelkiáltást, közkérdést, és a tagságunknak körülbelül a 20%-a nem kapta meg a támogatást a harmadik negyedévre. Tehát ez egy jelentős arány. Hogy a kifizetések hogy történnek, hát lehet, hogy alfabetikus sorrend, tehát nem tudom, hogy milyen sorrend alapján van ez eldönt. De az tény, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, vagyunk, és a másik az, hogy a kereskedelmi bankok is szorítanak minket, figyelik ugye a zárbevételét ezeknek a cégeknek, ez folyamatosan csökken, a nyerességük, ami volt, az veszteségbe megy át, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, és sürgősen a kormányzat által nem lesz lépés, akkor tömeges cső, tömeges bezárás, tömeges elégedetlenség országos szinten várható. Ugyanez látható és várható adott esetben a kereskedelmi piacon is? Hát ugye, amit nagyon fontos látni, hogy a kereskedelmi szektorban ugye van ez az áthárítható, hogy ezeket ezeken a termékeken elvesztett pénzt azt másra teszik. Ez ugye a nagyobb láncok esetében sokkal könnyebben megvalósítható. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan teher, ami a kisebb, nem láncban, nem feltétlenül láncban működő, vagy magyar tulajdonú szintén ugye KKV-kat sokkal jobban sújtja. Tehát valószínűleg nekik lesz ez egy sokkal, sokkal nehezebb időszak. Egyszerűen azért, mert ugye kisebb a szortiment, kevesebb termékre lehet szétpakolni ezeket az árkülönbözeteket. Ráadásul, ami fontos, hogy ugye a üzemanyag kereskedelemben most már nagyjából március óta azon olyan nagy kereskedelmi ár is rögzített, tehát ők 480 forintért veszik az üzemanyagot, és 480 forintért adják az üzemanyagot, tehát a kormányzat ezelőtt nem így volt, korábban ugye az volt, hogy ők is fizettek azért, hogy üzemanyagot árulhatnak, most már egyszerűen csak nem kapnak érte pénzt. A kiskereskedelemben ugye, aki értékesít, kiskereskedő, ő ugye magasabb áron vásárolja meg, mint amennyit el, tehát minden adott terméken elvileg bukik. Tehát ott ugye nincsen rögzítve az ára, mennyiért ők veszik, és ez ugye, ahogy nyílik az olló, egyre nagyobb terhet fog jelenteni. Mindenből mit érzékelnek a vásárlók? Volt egy nagyon érdekes cikketek most legutóbb arról, hogy amikor ki van írva egy termék alá, hogy akció, az bizonyos üzletben valódi akciót jelent, míg a másik üzletben nem piros felkiáltójállal van ez megjelölve, hanem alapárként. Ez szemfényvesztés, a vásárló becsapása, vagy adott esetben tényleg valamilyen akciónak, kedvezménynek mondható, csak van arra valamiféle szabályzat, hogy ezt hol és milyen formában kell megvalósítani, és egyáltalán, hogyha akció, akkor mit jelent ez ténylegesen a vásárló ugye, számára? Ugye végső soron ez egy olyan akció, amit a kormány hirdetett, ha így le akarjuk egyszerűsíteni. Tehát ugye a hatóságjárat akció, ha jól értem, hogy ez a kérdés, hogy a hatóságjárat akcióként adja el valaki, akkor a szemfényvesztése. Hát ugye ő nem annyiért, tehát a kereskedő nem annyiért adná magától a terméket, tehát tulajdonképpen áron alul értékesíti, most más kérdés, hogy neki ez egy kötelezettség. Másra válaszoltál, de elfogytak a percénk, viszont Gábor szeretne gyorsan reagálni. Másra tehát annyi, hogy 480-ért veszik, 480-ért adjuk mínusz fuvar költség, tehát csak veszteséggel tudjuk eladni. A másik, ami nagyon diszonáns, hogy a külföldi beruházásoknak a támogatás, hogy bejönnek Magyarországra, irdatlan pénzeket fordítunk rá, és közben ezt a KKV-szektort, ami országos és multifunkciók tölt be, mert nem csak üzemanyaga foglalkozik, azokat meg csődbe mennek. Urak, köszönöm szépen, hogy itt voltak és beszélgettek velem a témában.